amennyit elveszel tőle, annyival több lesz belőle. Minél gyorsabban pereg, annyival vagy öregebb mi az. Bizonyára mindenki kitalálta a megfejtést, ami nem más, mint az idő. Időmérésünk ősidők óta a csillagászati jelenségekhez igazodott. A kezdeti időkben a nap látszólagos járását figyelve alkották meg a napórát. A társadalom fejlődésével a városi élet, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az üzleti élet és sok más feladat megkívánta az időmérés kifejlesztését. Január hónap műtárgyát egy antik fali órát Ferenci Nécsáki Anna Mária mutatta be televíziónknak. És az időhöz kapcsolódóan egy állandó kiállításban szereplő műtárgyunkat választottam, ami egy óra. Méghozzá egy olyan fali óra, amelyet parasztórának is neveztek, mivel hogy a paraszti házakban, háztartásokban nagyobb számban fordult elő. Ez az óra egy láncos, mechanikus óra, amelyet ugye fel kellett húzni, illetve ugye ennek a szerkezete már az 1700-as évek, 17.-18. században már elterjedt. A fali óra díszes előlapja porcelánból készült, melynek szerkezetét egy fatokban helyezte el a készítő, mondta riporterünknek Ferenci Nécsáki Anna Mária. Ahogy ránézünk, látszik, hogy porcelán az előlapja, és egy virágfűzérrel, ilyen Biedermeier stílusban díszített. A óra számlapja az fémből van. Általában ez volt jellemző azokra az órákra, amelyeket Svájcban is készítettek, hiszen ott volt a leggazdagabb az órás házipar, és onnan jöttek a szerkezetek. Maga az a díszített, vagy nem díszített, de főleg díszített tartó rész, amelybe belefoglalták a szerkezetet, az természetesen az helyi, illetve a készítő mesterekre jellemző. Ez az óra fa tokban tartalmazza ezt a szerkezetet. Általában Erdélyben készítették ezeket a tartó részeket, illetve ugye a porcelán részt azt is vagy Németországból hozták, vagy Magyarországon készítették. Az emberiség már nagyon régen megfigyelte az idő múlását, és a természetben előforduló jelenségek alapján mérni kezdte. Azonban a mechanikus óraszerkezetek megjelenésével jelentősen nőtt az órás inasok száma, akik többnyire a szerkezetek javítását végezték. Az óra az ugye nagyon fontos része volt az időmérésnek, de ugye sokáig nem vitték magukkal az emberek az órákat. Ugye amikor ma is az időről beszélünk, akkor mindenki kapkod a kezéhez, vagy ma már ugye a telefonját nézi, de ugye ez nem mindig volt így. És ennek ugye egy szép példája ez a fali óra, amely bent a házakban egy fix helyen felakasztva található, és ez egy dísz is volt a lakásokban, ugye a többi tükörrel vagy képekkel együtt, és ugye előfordult azért, hogy nem megfelelően működött. Az óra javítását is ugye azok az órás inasok végezték, akik a mesterekkel együtt jártak az országba, ami, mint említettem, már 17. századtól kezdődött, a 19. században volt, amikor már jobban elterjedt a házaknál is. A különleges műtárgy 1959-ben került a Karacs Ferenc Múzeum gyűjteményébe, ami mára már az állandó kiállítás egyik egyedi darabját képezi. A kutatások alapján az óra az 1800-as években lett első tulajdonosáé, dr. Prórer Dezső családjáé. Ugye erről az óráról azt tudjuk, hogy úgy került a múzeum gyűjteményébe, hogy ugye a múzeum alapító Rettegi Istvánné gyűjtötte a tanítványaival, ugye nem csak a Püspökladányban, hanem a környező településeken is. Már 1959-ben nagyon
nagy méretű volt az az anyagmennyiség, amelyet már az Iskola Múzeumban is bemutattak, illetve a gyűjtemény alapját készítette. Ezt az órát is 1959-ben gyűjtötték, és kapta meg a gyűjteménybe. Annyit tudunk róla, hogy dr. Prórer Dezső volt, aki illetve a családjáé volt. Az 1800-as években kerülhetett a családhoz, generációkról generációra öröklődött. A készítési sajnos nem tudjuk, a használat is vagy Hajdúszoboszlón, vagy Nádudvaron történhetett. Az igen értékes műtárgyon néhány javítás is található, ugyanakkor ez nem restaurálás útján történt. Az óra feltehetően egyik tulajdonosánál sérült meg, melyet ragasztóval próbált helyrehozni. Egy kicsi javításra is szorult, hiszen látjuk, hogy ragasztott az óra borítója, a porcelánrész, valószínű, hogy leeshetett, vagy tárolás közben lett valamilyen, tehát érte ez a sérülés. A magát, ahogy az óra működik-e, azt nem próbáltuk még ki, de valószínű, hogy be lehet ezt indítani. A súlyokról még néhány dolgot, ugye most már elég kopottas, de ugye ennek a súlynak kellett működtetni a belső szerkezetet, amint már látjuk, hogy fogaskerekekkel működött, illetve a formája az toboz alakú volt. A láncot, illetve magát a súlyt, azt általában, amikor megvásárolták, akkor akár helybe is készíthették, tehát azt nem kellett külföldről hozni, hanem mint ahogy az óra szerkezett tartóját, azt is helyi mesterek készíthették. A láncos fali órának az idő mutatásán kívül több funkciója is van, mondta tagintézmény vezető asszony, ugyanis az óra tetején egy ébresztésre szolgáló szerkezet is található. Az ilyen fali órák ugye elsősorban tehát az időt mutatták, a mindennapi időt, de ezt bővíthették akár a kukkos óra változatban, akár ébresztő is lehetett hozzá csatolva. Ugye itt majd látjuk, hogy ennek is van ébresztő feladata, és fel lehetett húzni ilyen formára. Maga az óra, amint látjuk, hogy elég díszes, ezért azt mondhatjuk, hogy ez egy tehetősebb családnak a tulajdonát képezhette. Későbbiekben már egyszerűbben készítették el a díszítése is, hogy akár fa külső díszítést kaphatott, ami olcsóbbá tette, és ezért terjedhetett el. Majd később ugye a karórák, a zsebórák terjedtek el, ami megint ugye már inkább a gazdagabb családok számára volt elérhető. Az óra hátulján ceruzával vannak feliratok, azonban az idő múlásával ez elmosódott, így az már nem olvasható, de a mechanikai szerkezet működése remekül látható a műtárgy belsejében. Most nézzük meg magát a szerkezetet. Ugye itt látható ugye a külső rész, ami porcelánból van, és látható a törés, ami ugye egy kicsit ugye látszik, hogy ragasztással javították meg, illetve az óra számlapját. Ehhez annyit mondanék, hogy ugye ezt a kiállítás rendezők állíthatták be erre az időre, hiszen magát az állandó kiállításnak ezt az interjőr részét egy ilyen ebédhez készülő család tiszta szobájához rendezték, és tehát már itt lassan ugye dél közelít, de ez az idő itt nem változik. Tehát itt a hátsó részét látható, hogy a szerkezetet fa borítja, és ugye az akasztónak is látjuk itt a részét. A hátsó borítóján ceruzával vannak feliratok. Több régi órán találtak olyan feljegyzéseket, amit a javítás során írtak rá a mesterek, a segédek, sőt néha tréfás megjegyzéseket is fűztek ahhoz, hogy a következő javításkor
egy kis üzenet volt a javítónak. Tehát ez sajnos nem olvasható már, el van mosódva az írás, a leltári szám látszik jobban. Ezen is látható, hogy tehát nagyon ügyesen elkészített szerkezet, illetve ez a mai napig is akár szolgálatát teheti. Még fontosak ugye ezek a súlyok, amelyek az ilyen mechanikus óráknál biztosították a megfelelő mozgását a fogaskerekeknek. Az antik fali óra, amely 1959 óta gazdagítja a helyi műtárgyak gyűjteményét, méltán kapta a január hónap műtárgya címet, melyet minden érdeklődő megtekinthet a Karacs Ferenc Múzeum állandó kiállításában.